November 6-án startol az ötletből jövő elnevezésű gazdasági betélkedő második évada. A felfrissített játékos csapatversenyre október 17-től november 5-ig jelentkezhetnek azok a kreatív 16-17 éves középiskolások, akik el szeretnék vinni az 1 millió forintos fődíjat. Értékeltük az első évad eredményeit, és nyilvánvalóan a tapasztalatok alapján, mind a mentoroktól, mind a csapatversenyben résztvevő játékosoktól kértünk be, gyűjtöttük az információkat, a tapasztalatokról informálódva, próbáltuk a játékot egy picit frissebbé tenni. A vetélkedő nagyon sokat segít abban, hogy a résztvevők már fiatalkorban ráérezzenek arra, hogyan lehet ötletüket megvalósítani egy vállalkozás keretében. Kecskemét város vezetése számára az elmúlt időszakban is, ez ma is így van, nagyon fontos kiemelt feladat a vállalkozások fejlesztése, a vállalkozói lét megismertetése, a fiatalok vállalkozóra válásának az elősegítése, mint általános cél. A játék során a középiskolás fiatalokból álló csapatokat ismert vállalkozók, cégvezetők segítik. Az új vetélkedőben 19 mentor szakmai támogatására számíthatnak az indulók. Nagyon sokat segítettünk a A gazdasági vetélkedő második felvonása az eddiginél is színesebbnek ígérkezik, ugyanis a kecskeméti középiskolák mellé idén 4 környékbeli város 9 intézménye csatlakozik.